Az egyik kisebb nagydobosi termőföldön még maradt néhány sütőtök. Ezek télen komposztálódnak, hogy jövőre tápanyagot biztosítsanak a talajnak. A már leszedett tökök halomban válogatás előtt állnak a ház udvarán. Az eddigi tapasztalatok szerint nem csak állati takarmány lesz, bőven jut az iskolai étkeztetésbe és eladásra is. A polgármester úgy fogalmazott, szerencsés volt a szezon. Az első ok az talán az időjárásban keresendő, hogy megfelelő csapadékot kapott megfelelő időben, hiszen nagyon sokszor van úgy, hogy tavasszal látjuk, hogy nagyon szép virágai vannak, nagyon jó termésig érkezik, aztán jön egy nagy aszályos időszak, és eldobja ezeket a terméseket, mivel ugye a növény elsősorban önmagát védi, nem pedig a termését. Viszont az idei évben megfelelő időben jött a csapadék, aztán így minden virágzásnál meg tudta tartani a termését. A mennyiség mellett a minőségre sem lehet panasz, az idei termés több mint 50%-a kiváló. Az igazi nagydobosi töknek ugye az igazán szép címere van, csak sajnos az a nagy igazság, hogy külsőleg mi se tudjuk megmondani, hogy ez most igazán édes, vagy nem igazán édes. Jó, valamennyire utal, hogyha hibátlan a külseje, akkor valószínűleg a belsője is jó lesz, de ez sajnos nem 100%. Tehát igazán garanciát úgy tudunk rá vállalni, hogy meglékeljük, megsütjük, megkóstoljuk, és ami finom, azt tudjuk úgy adni. A nagydobosi sütőtök egyik fajta jegyét mutatja kameránknak a polgármester. Egy igaz ilyen tök 5-10 kg közötti. Külső héja szürke, húsa vastag, zamatos, omlós, élénk narancssárga. Ezt pedig szeretnék levédetni a nagydobosiak. Létre akarunk hozni egy olyan márkát, amely kifejezetten kizárólag nagydoboson termelt nagydobosi sütőtökökről lenne szó. Mivel ugye azért a nagydobosi név, mint olyan, elég sok helyen termesztik, mivel ez nem egy levédett márkanév, ez egy fajta név, és ugye a környező településeken, meg hát most igazából újra reneszánszát éli, azt gondolom, a sütőtök fogyasztás, és ezért próbálunk mi most egy olyan márkát összehozni az önkormányzattal, ahol a helyi termelőket tömörítve kizárólag nagydoboson termelt sütőtököket tudunk megfelelő, illetve kiváló minőségbe adni azoknak, akik ezt szeretnék vásárolni. A termelők egységes piaca arra is alkalmas lesz, hogy pontos képet kapjon az önkormányzat arról, a településen hányan és mekkora területen foglalkoznak sütőtök termesztéssel.